Szervusztok, hetedikesek! Csíkos Éva vagyok, az általános iskola felső tagozatán tanítok, és a mai órán szeretném nektek bemutatni az írásjeleket. Szeretnék arra kitérni, hogy milyen fontos az, hogy ne hagyjuk el az írásjeleket ebbe a mai rohanó világunkban, amikor hajlamosak vagyunk arra, hogy teljes mértékben mellőzzük a pontot, a vesszőt, vagy bármelyik más írásjelet. Baró Dánieltől van itt egy kedves kis vers részlet, SMS az a neve, biztos ismeritek. Azt írom meg most egy SMS-be, hogy beléd vagyok kedvesem esve. Vágyak dobálnak, partra kivetnek, billentyűzárát old ki szívednek. Akinek ismerős, az már felfigyelhetett arra, hogy teljes mértékben mindenféle központozás nélkül van leírva ez a vers, de egyáltalán nem zavaró, mert egy modern versről van szó, egy szabad versről van szó, és az értelme az tulajdonképpen megmaradt, mintha lenne benne vesző, vagy bármilyen más központozási jel. Viszont van egy klasszikus mondat, ahol nagyon fontos az írásjel. A mondat úgy szól, a királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. És nagyon fontos ebben a mondatban, nem tudom, lehet, hogy ezt valaki már ismeri, hallotta, lehet, hogy még nem, tulajdonképpen Merániai János esztergomi érsek levelében találták ezt a mondatot, és ezzel lehet leginkább bemutatni az írásjeleknek a fontosságát. Nézzük csak, hogy lehet, vagy hogyan lehetne elhelyezni ebben a szövegben a vesszőt. Az egyik lehetőség, a királynét megölni nem kell. Félnetek, jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem. Ellenzem. Következő. A királynét megölni nem kell félnetek. Jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. Ugye mekkora különbség a két mondat között? Ugyanaz a mondat, csak az a pár vesző. Annak a elhelyezése egy ember életébe kerülhet. Itt Gertrudis királynőről van szó, aki tulajdonképpen a Bangbanban már megismerhettetek, és nézzük meg, vagy nem tudom, ti hogy gondoljátok, hogy melyik volt az a mondat, amelyik végül is megmaradt, amelyik végül is a királynőnek a sorsát meghatározta. Ugye az első mondat, a királynét megölni nem kell. Ugye itt felhívja a figyelmet arra, hogy nem kell a királynét megölni, mert hát ugye szövetkeztek kellene. Félnetek, jó lesz. Ha mindenki egyetért, ha mindenki beleegyezik, én nem, én akkor sem, mert ugye ellenzem. A másik mondat, a királynét megölni nem kell félnetek. Úgyhogy nyugodtan, bátran, jó lesz. Ő is beleegyezik. Ha mindenki egyetért, én nem ellenzem, vagyis a második mondat az egyenlő lenne a halálos ítélettel. A mondat végi írásjeleket a könyvben a 116. oldalon találjátok. Van ott egy mondat, amit ki kell egészítsetek, a kijelentő mondat végére pontot, a kérdő mondat végére kérdőjelet teszünk, az óhajtó, felkiáltó és a felszólító mondatot pedig felkiáltó jellel zárjuk. Ez az a mondat, vagy ez az a kijelentés, amit valószínűleg már nem kell magyaráznom, hetedikesek vagytok, ezt már az alsó tagozaton megtanultátok. A további legfontosabb, leggyakoribb írásjelek a következők. A vessző, a fontosságát az előbb megmutattam, a kettős pont, amit manapság lehet, hogy már nem olyan gyakran használunk, ugyanúgy, mint a pontos vesszőt is lassan úgy feledésbe merül a használata. Az idézőjel
úgy is szoktuk mondani, hogy a macska köröm. A gondolatjel, illetve a kötőjel. Nézzük meg, mekkora különbség van a gondolatjel és a kötőjel között. Körülbelül kétszer olyan hosszú a gondolatjel, mint a kötőjel, nem lehet összetéveszteni, és a kötőjelnél még megemlíteném, hogy ugye vannak ezek a hosszabb kötőjelek is. A vessző. Hát a vesszőnek a használata az tulajdonképpen mindenki számára világos. Hol használjuk a vesszőt? Tudjuk, hogy a tagmondatok határán, halmozott mondatrészek között, az értelmezős szerkezetben, ez hetedikes anyag, ezt mindenféleképpen meg fogjátok tanulni, vagyis az értelmező után teszünk egy vesszőt, és a megszólítás után is használjuk, illetve az indulatszó után is használjuk a vesszőt. A 117. oldalon, ha megnézitek a munkafüzetet, akkor itt van egy pár feladat, ebbe segítek, hogy pontosan legyen kitöltve. Ugye, ha a halmozott mondatrészek kötőszóval kapcsolódnak, akkor vesszőt teszünk közéjük, kivételt képez az és, s, meg, vagy kötőszó. Például szép, de drága bútort vásárolt. A B feladat. Ha a halmozott mondatrészek kötőszó nélkül állnak egymás mellett, vesszővel választjuk el őket, például színes virágokat, pillangókat pillantott meg a napsütött teréten. Ha az és, meg, vagy kötőszók tagmondatok határán állnak, kitesszük eléjük a vesszőt. Ugye ez az a dolog, ami a legtöbb problémát szokott okozni a vessző használatánál, hogy amikor az az és, es, vagy hát meg vagy kötőszó ott van, ha halmozott mondatrészek között van, akkor nem teszünk elé vesszőt, ha tagmondatok határán van, akkor természetesen teszünk vesszőt. A 118. oldalon a halmozott mondatrészek páros kötőszóval is kapcsolódhatnak. Ebben az esetben a páros kötőszó második tagja elé tesszük ki a vesszőt. Vagy holnap, vagy holnap után érkezik a barátnőm. Hol így, hol úgy gondolta. Kabátot is, csizmát is húz. Ez főleg 8-os anyag, úgyhogy még most csak érintjük, de aztán 8-ban majd részletesebben átveszitek. Az értelmező szerkezet, ami 7-es anyag, az értelmező szerkezetben az értelmezett szót és az értelmezőt vesszővel választjuk el egymástól, például Amália vessző, a nagynéném Londonban él. Mindenkit szeretettel várunk holnap, vessző, szombaton. Az értelmező szerkezetben az értelmező után is tehetünk vesszőt, ha beszédben is szünetet tartunk utána. A kamilla az egyik legismertebb gyógynövény, az őszi rózsafélék családjába tartozik. Aztán itt van a megszólítás. Egészítsd ki a mondatot. A megszólítás nem szerves része a mondatnak, akár a mondat elején, akár a mondat végén áll, vesszővel választjuk el. Például, mit csinálsz, vessző, Peti, és a végére kérdőjelet teszünk. Gyerekek, vessző, indulnunk kell. Szia, vessző, Klári. Ezt nagyon sokszor hibásan szoktam látni, de meg kell jegyeznünk, hogy ezt így kell megtanulni. Az indulatszó. Ugye az indulatszó, mint mondatszó, általában nem szerves része a mondatnak, ezért ezt is vesszővel kell elválasztani. Hely, vessző, de szép is lett volna. Jaj, vessző, eltört a kedvenc csészém. További írásjelek a kettős pont. A kettős pontot mikor használjuk? Felsorolás előtt például.
A szó szerinti idézetet bevezető mondat után. A szerző neve és művének címe között. Aztán van az idézőjel, amit az előbb említettem, hogy úgy is szoktuk mondani, hogy macskakarom. A szó szerinti idézésnél használjuk, de ez is nyolcadikos anyag, úgyhogy csak így nagyon egyszerűen egy példamondat. Gyakran idézzük Madách Imre szavait, kettős pont, idézőjel. Először az idézőjelet lentre tesszük, majd az idézet után fent használjuk. Mondottam, vesző, ember, kettős pont, küzd és bízva bízál. Ez az egész idézet, de az idézeten belül tulajdonképpen több írásjelet is említettünk, hogy hogy használjuk. Ugye a megszólítás előtt vesszőt tesszünk, aztán amit pedig itt mondani akar, küzdj és bízva bízzál előtte kettős pontot. Hogyan használjuk a gondolatjelet és a zárójelet? A gondolatjelet és a zárójelet tulajdonképpen közbevetésnél használjuk, mint vesszőpár, gondolatjelpár vagy zárójelpár. Például, Andrea, mint tudjuk, az iskola legjobb tanulója, ugye az a mint tudjuk, ami egy ilyen közbevetés lenne, azt vesszővel választjuk el az elején is és a végén is, vagy gondolatjellel, gondolatjelpárral választjuk el, vagy pedig zárójelbe tesszük. Mind a három helyes és elfogadható, de én azt hiszem, hogy legtöbbször a vesszőt használjuk. Kötőjel. A kötőjelet, az pedig a szó összetételek írásakor használjuk. Ezzel találkoztatok, lehet, hogy a hatodikban mindenféleképpen, amikor a főnevek helyes írását tanultátok. Szó összetételek írásakor. Tulajdonképpen, amikor a tulajdon nevet és a névszót kötjük össze. Példának írtam az Oscar díjast, de ugyanúgy például kötőjellel választjuk el azt, hogy Petőfi vers, Balassi strófa, Petőfi szobor. Vagyis figyelünk arra, hogy ha tulajdon név és névszó kerül egymás mellé, akkor vannak olyan esetek, amikor kötőjellel kapcsoljuk össze. Többelemű földrajzi név. Ez az, amivel azt hiszem, hogy mindenkinek meggyűlik a baja. A földrajzi nevek helyesírásával. Nyugat-Európa. Ezen kívül Nyugat-Bácska például, vagy Kaszpi-tenger, ami itt van a könyvetekben példának, Holtisza, Kelet-Közép-Európa, ez mind-mind olyan több elemű földrajzi név, ahova szükséges kitenni a kötőjelet. Közszó és tulajdonnév toldalékolása. Ez is egy kicsit bonyolultabb helyesírási szabály, hogy hogyan toldalékoljuk a valvel toldalékkal az egyes tulajdonneveket. Ugye amikor kis valaki, kis tulajdonnével rendelkező, vagy vezetéknével rendelkező egyén egyessel írja a nevét, akkor nincs semmi probléma, mert akkor egybeírjuk. De az a kis, aki két S-sel írja a nevét, és toldalékoljuk a valvel raggal, ott ez az írásmód a helyes, azért, mert a valvel véje teljes hasonulás szenvedett, ugyanúgy írjuk, mint az előtte levő mással hangzót, de nem hagyhatjuk el, nem egyszerűsödhet ki, azért, mert akkor, ha utána leválasztanánk a valvel ragot, akkor a kis vezeték nevű egyénünk egy S-sel maradna. Vagyis azok a tulajdonnevek, azok a vezeték vagy keresztnevek, amelyek hosszú mással hangzóra végződnek,
ott az új szabályzat szerint kötőjellel toldalékoljuk, és azért mondom, hogy az új szabályzat szerint, mert nemrégen még a keresztneveket nem így toldalékoltuk, hanem ott kiegyszerűsödött. Egyedül a vezetékneveknél volt ez a fajta toldalékolás. Például pappal, kissel, széllel, de most már így kell írni azt is, hogy Mariannal, Adriennel, stb. Vagy Anettal. A 120. oldalon levő feladatnál itt van nektek még az, hogy Ivett, úgyhogy Ivettel kötőjelezzük, aztán Russzó, miután ez idegen eredetű tulajdonnév, így azt is kötőjellel toldalékoljuk. New York, többelemű, idegen eredetű tulajdonnév, azt is kötőjellel toldalékoljuk, és Montreux szintén. Kötőjellel írjuk a 2000-en felüli számokat. Kivéve, hogyha egész számról van szó, például 1 millió, 2 millió, 5 millió, de hogyha nem egész számról van szó, akkor a 2000-en felülit azt hármas tagolással kötőjelezzük. Például 2000 kötőjel 20, a könyvetekben van, hogy 2000 kötőjel lenne 21, vagy 3 millió kötőjel 650 ezer, de hogyha még több vagy hosszabb szám lenne, akkor is ez a hármas tagolás ez él. Például 26 millió kötőjel, 486 ezer kötőjel, 112. Nagy kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket, ha valamitől valameddig viszonyt fejeznek ki. Az ilyen alakulatokhoz a földrajzi neveket kis kötőjellel kapcsoljuk. Ahol még használjuk, azok tulajdonképpen magyarországi megyéknél ezt a nagy kötőjelet. További feladatok találhatók még a 121. és 122. oldalon. Remélem, hogy ennek a segítségével, a magyarázatnak a segítségével könnyedén meg tudjátok oldani, és felhívnám a figyelmeteket arra, hogy igaz, hogy manapság, főleg az SMS írásakor nem divat kirakni az írásjeleket, ti azért törekedjetek arra, hogy lehetőleg helyesen írjatok, még az SMS, még a chat írása közben is, mert láthatjátok, ha úgy visszagondoltok arra a királynős mondatra, hogy nem mindegy, hogy kirakjuk azt a veszőt, vagy nem rakjuk ki, hogy valakinek esetleg baja származik belőle, vagy pedig nem. Köszönöm szépen a figyelmet!